Rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el az Országos Bírósági Hivatal a hazai bíróságokon a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében. Azok az eljárások szünetelnek jelenleg, amelyek az ügyfelek személyes jelenlétét igényelnék vagy lehetővé tennék. Így a tárgyalások az előkészítő ülések és a nyilvános ülések egyenlőre nem lesznek megtartva. Persze vannak olyan ügyek, amelyek nem tűrnek halasztást például kényszerintézkedések, tehát letartóztatások, vagy elfogató parancs alapján történő meghallgatások, vagy büntetés végrehajtási eljárások, amelyek halaszhatatlanok, ezeket nyilván nem vette ki az Országos Bíróság Hivatal elnöke sem a vonatkozó határozatában azon eljárások közül, amelyeket folytatni kellene. Az ilyen eljárásokat is lehetőség szerint táv meghallgatásban kell lefolytatni, ha erre nincs mód, speciális tárgyaló termi protokoll lép életbe. Nekünk is be kell tartani a két méteres távolságot, és ami még ennél is fontosabb, nyilatkoztatni kell a feleket arról, hogy jártak-e az elmúlt 14 napban olyan területen, ami ugye fertőzéssel érintett. Amennyiben fölmerül a fertőzés veszélye, akkor haladéktalanul intézkedni kell, meg kell tenni a szükséges egészségügyi biztonsági intézkedéseket. Dr. Sárközi Szabolcs arra is felhívta a figyelmet, hogy a kérdést komolyan kell venni. A valódlan nyilatkozat szabálysértési vagy akár büntetőjogi eljárást is maga után vonhat. A Kecskeméti Törvényszéken szigorú beléptetési rendszert vezettek be, csak azok a dolgozók mehetnek be, akiknek munkájukhoz feltétlenül szükséges, illetve azok az ügyfelek, akiknek idézésük van. A bejáratnál készfertőtlenítőt kell használnia mindenkinek, a személyes ügyfélfogadás szünete telefonon és e-mailben zajlik az ügyfelekkel a kapcsolattartás. Az ítélkezési szünetben a munka jelentős részével lehet majd haladni a törvényszéken, mondta a kérdésünkre, dr. Sárközi Szabolcs. A peres eljárások lassulnak, de azok közül is vannak olyanok, a másodfokon lévők, amelyekhez nem kell az ügyfél jelenléte, a tanácsülés dönthet róluk. Az ítélkezés ezekben az esetekben zavartalan lesz a jövőben is. Dr. Sárközi Szabolcs szerint nehéz megjósolni, milyen statisztikai adatokat generál majd az új helyzet, hiszen egyelőre azt sem tudni, meddig tart. Azonban arra buzdít mindenkit, hogy kövesse a törvényszék oldalát és a híradásokat. Minden információt közzétesznek az aktuális fejleményekről.